Nagy tisztelettel köszöntöm az Újpest Televízió kedves nézőit, ez az Újpesti Sport. Egy nagyon kedves vendéget üdvözlök itt a stúdióban. Azt gondolom, hogy Matesz Csillát, hát olyan régen ismerem, hogy talán ezt el sem szabad mondani. Csilla sokszoros magyar bajnok válogatott úszó volt, és most már hosszú-hosszú évtizedek óta az életét a babaúszásnak szenteli. Azt gondolom, hogy érdekes dolgokat fogunk megtudni. Szia Csilla! Hello, szia Gábor! Nagyon és szépen üdvözlöm köszönöm a nézőket, szeretettel köszöntöm a nagyikat, nagypapákat, anyukákat, apukákat. Azt hiszem, hogy könnyű dolgom lesz a beszélgetésre, bedobom a tantuszt, és Csilla majd elmond nekem mindent, de azért legelőször Csilla, mondd el nekem, hogy az, hogy hogyan szerelmesedtél bele a baba úszásba, az majd később kérdezem meg, de azért egy icipicit a régmúltról, mint válogatott úszó, mint hogyan kerültél a medence környékére? Hát úgy, hogy beestem a Balatonba 2,5 évesen. Hát ez nem ma volt, hanem ma több mint 50 éve. Apukám kihúzott a Balatonból, és akkor azt mondta az anyukámnak, hogy ennek a gyereknek meg kell tanulnia úszni. Ő focista volt, én úszó lettem. 5 éves koromban levitt az edzőmhöz a Margit-szigetre, Ölvecki Vilmoshoz, és az edzőm azt mondta, hogy ez a gyerek itt fog felnőni. Így hát megtanultam úszni, és az életem lett a sport. Hála Istennek! Hát amiből ma is élek. Úgy élek, hogy kitartás, a kommunikáció, a magatartásom, az énem. Nekem a sport adott mindent, és a mesterem, a Vili bácsi. Te Csilla, az engem nagyon érdekel, ugye hát én is valamikor sportoló voltam, hogy az a bizonyos ugrás, az a bizonyos váltás hogyan érintett meg téged, amikor egy idő után abba kell hagyni a versenysportot, a sportot, és akkor el kell gondolkodni azon, hogy merre tovább. Ezt te hogy élted meg? Akkor azért, ha ilyen 17-18 éves koromban, amikor abba hagytam, az én döntésem volt, hiszen azért van a sporton, a sportolók tudják, hogy azért vannak egy pici hátrányai. Például én nem voltam úttörő. Nem mehettem úttörő táborba. Illetve egyszer mentem Csillebércre, és onnan konkrétan a mester után, amit is a fülennél fogva húzott le, hogy te nem mehetsz, mert holnap versenyed van. Kérem szépen, én nem jártam színházba, mert nem volt időm. Hiányoztam a földrajzórán, a történelmórán, amin később azért hiányosságokat tapasztaltam. És egyszer csak besokaltam. Bekattant ez, hogy most már ebből elég? Hát 18 éves voltam, és az összes a gimiben, az összes lány már mindenkinek udvaroltak, bulira járt, programra, én meg csak úszoda verseny, edzőtábor, ám bár ők nem látták a világot, én pedig igen. Szóval egyszer csak egy verseny után hazajöttem, és azt mondtam az apukámnak, hogy én többet nem megyek le az úszodába. Hát az nagyon jó, hogy azt mondtad, hogy én többet nem megyek le az úszodába, ahhoz képest. Igen, akkor kaptam egy pofont, paf, igazi pofont, azt mondta, hogy közöld a mestereddel. Mesterrel is közöltem, tőle is kaptam egy pofont, és utána én eltűntem gyakorlatilag egy évig a bulik világába. Aztán nem kívántam akkor csak éppen a zuhanyt, akkor nem mentem a medence környékére. De aztán jött a szerelem, és megtaláltam a lányomnak az apukáját. Nagyon korán, 20 évesen szültem Zsani lányomat, viszont Zsani baba volt, és engem nagyon izgatott, akkor már eltelt 2 év a szárazföld és a víz között. És Kudlik Juli akkor mutatta be a Delta című műsorba, Moszkvába a babaúszást. Hoppá, én ránéztem, és azt mondtam, hogy én nagyon-nagyon szeretném ezt. Volt még azért, vártam a kérdés, hogy hogyan kerültem még a babák közé, hát volt egy történet. 7 éves voltam 1970-ben, amikor a hongkongi influenza volt, a hongkongi járvány. És a szüleimtől én karácsonyra egy testvért kértem. A kérésem teljesült, anyukám ikerterhes lett, de akkor még nem volt az, hogy megállapították, hogy ikerterhesség. Korán születtek az ikrek, fiúk voltak, és sajnos 3 hét múlva meghaltak. Jaj, nem,
Az anyukám hazajött, hál' Isten, és akkor azt mondtam neki, hogy anya, én nagyon szeretlek, de hiányoznak hiányzik a testvér, és fogtam a játékbabámat, és beraktam a kádba. No. Tessék elképzelni, 7 évesen azt mondtam, és most is ráz a hideg, hogy én babákat fogok úszni tanítani. És sikerült. És sikerült, és most eljutottunk odáig, hogy el fogod hogy mondani. Elkezdődött hogy... a babaúszás, tehát én láttam, aha. És akkor az összes barátomat megkértem, gyesen voltam. És milyen volt az, amikor azt mondtad X-nek és Y-nak, hogy ilyen, tudom, neked van pici babád, kicsit nagyobb babád, kisebb gyereked, nagyobb gyereked, te hozd már el hozzám, vagy hogy? Nem. Ez hogy működött? Ez hogy indult el? Hogy én nem adtam föl, bika jegyben születtem, és sportoló lévén, a sportoló mindig kitart, és az aranyéremre törekszik. Megláttam a tévébe. És akkor én azt mondtam, hogy én ki kell, hogy menjek Moszkvába, hiszen itthon senki nem foglalkozott azzal, hogy hogyan tanuljanak a babák. Hát ezért kérdezem, hogy ez hogy lehet? Kimentem Moszkvába. Kirepültem, és ott töltöttem 4 hónapot. Ugye az orosz beszéltem, és én ott tanulgattam. De ha azt a módszert hazahoztam volna, akkor már a börtönbe lennék, hiszen akkor az oroszok bedobták a hideg vízbe a babákat. Lógatták lefelé a lábánál fogva a kisbabát, mint egy kis csirkét. Úgyhogy én ott nem tanultam, hanem sírtam. Viszont volt egy cetlim, akkor még nem volt e-mail, meg oklevél, amivel azt mondták, hogy én láttam babaúszást. És a cetlivel a táskámba hazajöttem, és akkor azt mondtam az orvosoknak, a védőnőknek, a szakmabeli barátaimnak, hogy én babákat fogok tanítani úszni. Minek? Majd megtanul 5 évesen. Az orvos azt mondta, minek, hogy beteg legyen. A védőnéni, hát az nem lesz jó a babának. Az úszodavezető, hogy be fognak pisilni, kakilni a vízbe. Tehát egy nagy falba ütköztem. 2 évig senki nem akart beengedni az úszodába. Soha nem felejtem el. Varga Lajos öttusázó volt, úszó vagy sportársam, nem úszótársam. Az Almási téren volt úszodavezető. Arra emlékszem, az Almási téri centrumban volt egy... Így van. Én ott kezdtem a Zsanival és egy barátnőmmel. 2 darab babával. És a Lajos azt mondta, hogy gyere és csináld. A következő héten már 4 baba volt. És nem volt internet, nem volt Facebook, hanem magyar televízió, és magyar telefon. Tehát ott tudtam, nem tudtam hirdetni. Szájról szájra. És ez volt a legjobb. Úgyis közbevárok, mert megbeszéltük. Ez mikor volt időben? Hát ez 38 évvel ezelőtt. 38 évet, még fiatal. Hogyha akkor kellett volna udvarolni valakinek. Hát nem, például nekem. Szóval 38 év alatt. Ez lesz a legnehezebb kérdés. Hány gyerek fordult meg a... Nagyon jó a kérdésed. A medencébe, a kádba, igen, majd aztán utána beszélünk. Igen, az is nagyon fontos volt, hogy kellett egy név. Hát Csilla, Mates Csilla, névnél volt a sportban. Mi legyen a név? És akkor volt a tévében, én akkor nagyon tévéztem, ma már nincs időm, és a Vízipók mese. És akkor én azt a nevet adtam neki, hogy Vízipók úszó, Vízipók GMK volt. Jézusom! Bizony! Utána lett úszóiskola, egyesület, és így, de kérem szépen, május 30-án lesz a Vízipók 40 éves, én meg áprilisban 60, tehát ketten leszünk 100 évesek, mert az én életem az az én munkám. Nem mondtad el, hogy hány gyerek fog. Igen. Volt egy könyvelőm, aki 30 évig könyvelte a Vízipókot, ő aztán nyugdíjba ment, ez 3 évvel ezelőtt volt, még a pandémia előtt, és ő azt mondta nekem, hogy én megmondom neked, mert én is kérdeztem. 32 ezer. Igen, baba, gyermek. És olyan csodálatos azt megélni, hogy a mostani apukák, azok, vagy anyukák, azok az én tanítványaim voltak babaként. Kérem szépen, a dagályba úsztunk, a nyitottba. Ilyenkor, januárban, akkor jóval hidegebb volt. Fedett folyosón mentünk ki, 32 fok a vízbe, pára, és ott úsztunk a babákkal. Na, akkor eljutottunk a válaszoltam, babákig. Válaszoltam, sok igen, számot köszönöm. Mondtam neked. Eljutottunk a babákig. Mit ad? Egy picit ugrunk.
Mit ad egy gyereknek, egy babának a kis életéhez, a fejlődéséhez az, hogy x hónaposan, nem is tudom, az én nem is akarok évet mondani, bekerül abba a közegbe, ami ugye tudjuk, hogy ott fejlődött a pocakban, de hát azért ez egy másik kávéház, amikor már az életében bekerül a vízbe. Kérem szépen, a mozgás az a lételem. A vízbe pedig fejlődik a mozgás és az értelem. Ez Csilla néni mottója a hosszú évek alatt. Igen, tehát én sokféle gyermekkel, babával találkoztam, és mindig feltettem magamnak a kérdést, hogy kell egy babának olyan korán vízbe kerülni? Ma már tudom, hogy nagyon kell. Azért kell, mert megszerettetem a mozgást. A vízbe pedig a vízbiztonságot. Soha nem tanul meg előbb úszni egy baba, ha járt baba úszásra. Ez egy nagy tévhit, hogy baba úszik. A baba mozog a vízbe. A baba egy kontaktban van a szülővel, és főleg az apukákkal. Azért... De érdekes. Igen, mert az apukák sajnos kevesebbet tudnak a babákkal lenni. Ott viszont az a fél óra, egy óra, az csak ő meg a baba. Adnék a babának egy immunerősítést. Mit ad? Azért a víz tiszta. Ma meg már pláne nagyon figyelnek a tisztítószerekre. Ugye a dagályba csak klórba úsztunk, meg a hidegbe, és akkor se voltak betegek. Azt tudom, hogy azok a babák, akik járnak a babaúszásra hozzám vagy máshová, ellenállóbbak a betegségekkel szemben. Kommunikálnak, találkoznak a kis társaikkal. És nagyon-nagyon fontos, hogy a kisbaba az életkorának megfelelően fejlődjön. Csilla, itt nekem közben jár az agyam, és sok-sok évvel ezelőtt azért mondtam az Almási teret, hogy tudom, hogy ott volt talán a kezdet. Akkor az én feleségem azt mondta, hogy gyereket oda kéne vinni, és én mondtam, hogy eszem ágába, már bocsánat, hogy ezt mondom, eszem ágába sincs, hát ez vesz egy levegőt, megfullad viszont látásra, pici baba, nem mondhatom, hogy ne vegyél levegőt a víz alatt, és szóval én voltam az, aki azt mondtam, hogy majd. Ezzel együtt, vagy már várom a válaszodat, ezzel együtt természetesen az összes gyermekemet megtanítottam úszni, a BVSC-ben nem is akármilyen nagy bajnokok, Horkai Gyuri, olimpiai bajnokok, és folytathatnám Miklós Falvi, évi úszóbajnok, és ők tanították meg az én gyerekeimet úszni, de nem baba és picikorban. Igen, köszönöm a kérdésed, de mondtad, hogy megfullad. Igen. Hát de hogy fullad meg? Mikor van egy búvár reflexe. A kisbabák világra jönnek, ugye az anyaméhen belül vízbe úszkálnak. Kijön, és mint egy hal a szárazon, hol evickél, ott fullad meg, hiszen jaj, meg kell tanulni a levegőt venni, meg kell tanulni a szopiznia, meg kell tanulni a világgal együttműködni. Tehát ő nem vesz levegőt a víz alatt? Nem, ez a búvár reflex. Ha víz alá kerül, vagy az arcocskája csak becsukja a szemét, nóziát, becsukja a száját, az valóban megtörténhet, hogy az orrába megy a víz, de a tüdejére nem kerül be, és nem tud megfulladni, nem lélegzik a víz tehát alatt. Nem te és nem a papa, nem a mama tanítja meg, hogy kislányom, kisfia, mert ugye úgyse tudja. Mert hát az oktató megtanítja. Egy 3-4 hónapos gyereknek nem tudod azt mondani, hogy ne vegyél levegőt. De bizony, és a mai babák meg már értenek is, tanulmányok mutatják, óriási, hogy az első 6 hónapban sokkal fogékonyabbak, mint amikor te voltál, meg baba, meg én, meg az én lányom. De tudományok, jó, tehát kutatások bebizonyították, hogy az első 6 hónapban csak nem beszél. És én most visszacsöppentem a nagyon picik világába, de erről majd később. Erről ezt akarta, hogy ugrunk nem sokára. Gyakorlatilag a búvár reflex, na de, én voltam a legnagyobb nyomkodó a víz alá. Mert azt láttam, meg azt tapasztaltam, meg jó fotók készültek a víz alatt, hogy mosolyognak az édes kis babák. Csak aztán, ahogy a rendszer is változott,
A babaúszás is változott. Újabb babák születtek, új világ. Teljesen más világ van ma. Tehát, tehát a babák most már úgy születnek, hogy a fusztrálódnak a világ. Most én nem szeretnék belemenni a környezetbe, az étkezésbe, stb. Ez nem az én területem. Amit én látok, hogy nem úgy fejlődik a kis idegrendszerük. Jóval több a koraszülés. Jóval több a kis sajátos nevelésű kisbaba. Az aspergeres, az idegrendszer sérült. Na most, ha ilyen babákat a víz alá visznek az oktatók, vagy viszünk, akkor nem fejlesztjük, nem segítünk, itt nem gyógyításról van szó, hanem egy mozgás fejlesztésről, akkor bizony még árthatunk is. Most 10 évvel ezelőtt született meg Maxi unokám, ugye egy lányom van, a Zsani, ő rajta gyakoroltam a búvárkodást, aranyos, de hát azért a tanulásban és a fáradékonyságban és a mozgásban nem volt ügyes. Mindig azt szerettem volna egy sportot, hogy az én gyerekem is sportoljon. A Zsani nem sportolt. A Zsani abszolút, de nem a vízben van, hanem a BKV-nál buszvezető. Tehát igen, az unokám korai kisbaba volt. 10 éve. 10 évvel ezelőtt izgatott az, hogy mi lesz vele, és mi lesz az ő társaival. Amikor Maxim megszületett, minden egészséges volt, csak az abgárérték már nagyon rossz volt, tehát ott ő már nehezen vett levegőt, aszmás lett. Nagyon kötött volt az izomzata, nem volt nyaka. Kimaradt volna a kúszás-mászás, ha nem én vagyok a nagymamája. És a víz. És a víz. És hát jött a víz. Aminélkül nem tudunk élni. És jött a víz. Igen, és ott volt a víz. És akkor én akkor kitaláltam, ugye én azért foglalkoztam, az élsporttal neveltem ki sportolókat, de igazi olimpikonom nem lett, mint ahogy én se. Mindig vágytam arra, hogy legyen egy speciális olimpikonom lett, mert én 20 évig a dagályon sérült gyerekekkel foglalkoztam. Tehát azért már nyugodt a lelkem, mert van olimpikonom. Maxim születés után pedig azt mondtam, hogy ez az én kis unokám, és nekem nagyon-nagyon fontos őt olyan kis emberré tenni, hogy az életben helytálljon. És ezért kidolgoztam Maximon keresztül egy újabb Matesz módszert. A Matesz módszert, ami most akkor köszönöm a segítséget, bár felkészültem, mert az lett volna, hogy bedobom, és akkor a Matesz módszer, ami... és nem véletlenül ülsz itt velem szembe az Újpesti Televízió stúdiójában, amit itt Újpesten is működik, elkezdődött, igen. És hát nagy boldogság, hogy azt mondtad, hogy nekem mondod el először, hogy mi történik igen, itt Újpest városában. Hát kérem szépen most tessenek figyelni, mert itt Újpesten befogadott minket egy hely a horvát cukrászdába, Panni néni, aki azt mondta, hogy igen, ő nyitott lesz az én csodatalálmányomra. Hát a horvát cukrászdában most mindegy, hogy milyen cukrászdáról beszélek, ugye? Ahol van ott medence? Hát fönt, az első emeleten. De úsztél, tudok úszni? Nem, medence van, ez volt a nehézség, hanem jacuzzi, de nem felnőtt jacuzzi, tessék elképzelni, ahol ül a anya, apa, meg a testvér. Tehát nem az a wellness jacuzzi, hanem a babáknak, minden babának egy jacuzzia van. Egy kis kádacska, már egy kicsivel nagyobb. Igen, mert ugye Maximmal már nem medencébe kezdtem, hanem otthon, amikor begyógyult a köldöke. Uh-huh. Na de hát nem vittek egy babát, aki még ekkorka, meg picike, és koraszülött, hová? Nem kapta meg az oltásokat, tényleg fent áll a veszélye a fertőzésnek, amiért olyan sokan néha izgulnak az uszodába is. Nekem kellett egy olyan hely, egy olyan biztonság, ami bomba biztos. És én jártam házakhoz, kádakhoz, és ott fejlesztettem ki a módszert, hogy mi történik akkor, ha a baba születés után, a köldök begyógyulás után lubickol a vízbe. És csoda. Mert a feszes baba lazult. Aki laza izomzatú volt, az megerősödött. Akinél kimaradt volna a kúszás, az prevenciónként gyakoroltuk, nem maradt ki a kúszás. És így, igen ám, csak hogy 5 évig mindenkinek mondtam, hogy figyelj, van nekem egy ilyen ötletem,
azért már megyek a korba, kellene egy kis támogatás, kellene egy kis segítség, tehát nem egyedül, de először egy hely, ahová hozhatom a jacuzzimat. Mindenki meglátott, te egy lakásba akarod bevinni az uszodádat? De még már ilyen, senki nem állt mellém. És aztán sikerült Dunakeszin helyet találni, én ott indultam egy éve, csak hogy hip-hop kinőttem, és kellett egy nagyobb hely, és akkor akkor Panni néni látta. Találtál Újpestre? Igen, és én nagyon örülök, mert ugye én újpesti lakos vagyok 2000-től, és annyira örülök, hogy magyar ember vagyok, Magyarországon szeretném a Matesz módszert a vízben továbbadni, ami segít a babáknak. Tehát úgy segít, hogy szeretném az országban, nagyobb városokban franchise-ként megtanítani a fiataloknak. Ez azt jelenti, hogy mondtad, hogy sose adott fel, és mindig nyitott vagy mindenfelé. Ez azt jelenti, hogy itt most a 4. kerületben, Újpest városában van a bázis, a központ, és innen, ha már a vízipóknál vagyunk, meg a víznél, akkor innen lehet azt mondani, hogy polipszerűen. Igen, a vízipók hálója. Igen, ezt vibrál. Ezt próbálod felépíteni, és ezt próbálod majd megvalósítani, de itt, aki téged meg akar keresni, az hol talál meg, illetve a legfontosabb, ugye azt mondtad, hogy amint begyógyult a kis baba köldöke, az azt jelenti, hogy már akkor megkereshetnek téged, így titeket? Van, így van, igen, minket, megtalálnak minket a matteszbabyspa.hu, Matesz, tehát a nevem itt két fog maradni. Két évvel jelentem Matesz. Matteszbabyspa.hu weboldalon, ahol mindent megtalálnak az anyukák, az első foglalkozás, az bejelentkezés, online bejelentkezés, találkozás. De anyával, apával, és az egész és a pici babával. Így van. És Csilla néni megöleli a babot, egy picit átmozgatom a kis kezét, lábát, átveszi a vízipelenkát, és abban szépen a meleg vízbe, a 38 fokba, a fénybe, és egyszerűen egy halk zenére, és az én kis orgánumomra együtt lubickolunk, közben megtanítom a szülőket, a fogásokat. Hogy ezt majd otthon ő... Az ő kádjukba. Nem kell jacuzzi, de a kádba. Egy kérdésem itt azért lenne. Van ez az icipici kis babácska, hát mindenem, a gyerek. Fogod, majd fogja. Valami segédeszköz van? Hogyne! Van segédeszköz, de nem kapják meg rögtön a babák és a szülők, hiszen meg kell tanítani a biztonságot. Aha. A babának is nyújtani. Ő biztonságban van az én kezembe. De ahol az első kis baba megszületik, a kis gyöngy, a kincs, hát szegények még fürdetni is alig merik. Én is letettem Zsanit, és néztem, hívtam az anyósomat, az akkorit, na figyelj, gyere, mert én nem tudom, mit kell vele csinálni. Jó, én megfürdettem azonnal a gyerekemet. Igen? Hoppá, gratulálok, és főleg, hogy apa lévén 10-ből 9 szülő azt mondja, hogy ő nem fürdeti, meg ma már azt is mondják, hogy nem kell minden nap, stb. Ezt mondjuk, igen. Gyakorlatilag 2 hónaposan, amikor a baba megerősödött izomzatában, és szereti a vizet, akkor kap egy speciális segédeszközt, egy nyakúszót. Tehát, hogy a fejecskéje kint van. A nyakán van egy laza kis nyakúszó. Na, hát itt is. Te és teker a gyerek aztán utána bent a vízbe? Igen. Most bocsánat, igen, hogy igen, ezt mondanám. Igen, szépen áll és kapra kis lábával. Igen, és feltekszik, próbál kúszni, mászni hát a vízbe. Hát ezt egyszer megnézem. Igen, gyere, gyere, nagyon-nagyon cukik. Itt is van. Hát ugye most, ahogy mondtam, már másfél éve működik, és először hónapokig azon gondolkoztam. Biztos jó a babának? Miért jó? Miért nem jó? Biztos, hogy nem lesz beteg? Nem. Sőt, akinek van egy beleszületett aszimmetriája, mert anya pocakjában nem volt hely. Uh-huh. És picit fedd a fejecskéje. Mi kikorrigáljuk tornával és a nyakúszóval. Csilla drága, hát még lesz ennek folytatása, ennek azt gondolom. Egyet árulj el nekem, tehát, ami engem nagyon-nagyon-nagyon izgat. Hány gyereknek vagy a keresztmamája? Nagyon soknak, és igazából az úszodában találkozok velük, szárazon nem,
mert én a 8 napból 7-et dolgozom, és az életem már tulajdonosként is működhetnék. 8 napból? Hát 7 nap. Hát tudom, azért mondom, hogy ha 8 nap lenne, akkor csak kíváncsi voltam, hogy figyelsz, igen. És gyakorlatilag már tulajdonosként, és nagyon fontos, hogy én képzem ki a fiatalokat. A fiatalok, akik szeretnék megtanulni a módszeremet, és ők már csinálják velem együtt, de én minden nap ott vagyok, és minden nap csinálom. Tehát nem csak irányítom, hanem át is adom. Gyakorlatilag 5 helyen már elindul a tavasszal a módszer. Nagyon büszke vagyok arra, hogy már a határon túl is, Grazba. Ugyan egy sportolótársam állt az ügy mellé, és ő azt mondta, hogy igen, Ausztriában pedig, mint a Messiást úgy fogadják, mert hogy ott nincs olyan módszer, se a száraz, babaúszás van, de nem olyan, mint Magyarországon. Végszó, hogy előre a Matesz módszer felé, és használják minél többen. Neked azt kívánom, hogy szakadj meg a munkában. Nagyon köszönöm. Ami azt minél több pici babát mozgassunk a vízbe. Tanítsd meg mozogni, igen, a vízben. Igen, nem úszni. Nem úsz, mert az egy másik, igen, kávéház. És ha már megtanult az a kicsi baba, az mozogni, a baba, az a gyerek mozogni a vízbe, tudod mit? Akár legyenek belőle úszók is. Így van. Legyenek boldogok, mozogjanak. Én azt kívánom mindenkinek, hogy járjatok úszodába, babaúszásra. Ti anyukák és apukák, ti is mozogjatok, mert tudjátok, a mozgás vélegészség. Sziasztok! Csilla néni voltam a Matesz Baby Spa-ból. Én ennél jobban nem is tudok, kedves nézőink, elbúcsúzni. Én nagyon szépen köszönöm Matesz Csillának, hogy eljött és elmondta, hogy miről is szól ez a módszer. Kívánom, hogy sikeres legyen, és még hosszú-hosszú időn keresztül tanítsa meg a gyerekeket mocorogni a vízben. Kedves nézőink, ennyi volt erre a hétre az Újpesti Sport, remélem érdekes beszélgetés volt. Kérem, mozogjanak, de azért vigyázzanak magukra, hogy jövő héten is találkozhassunk. A viszontlátásra!